Na, hello pingvinek, itt Nessa, és ma ismét honfoglalózunk, egy hosszú hadjárat keretein belül tágítjuk az elménket közösen, mint az internet legjobb társasága. Hogyha tetszeni fog a rész, ezúttal se felejtsétek el lájkolni, és persze iratkozzatok fel, most pedig lássuk, hogy kik a mai ellenfeleink. Legyél még ma valódi tagja a pingvin seregnek, válasz sapkát, pulcsit, bögrét, ami tetszik, nyilván póló és egyéb újdonságok a shopon, link a leírásban. LG 0219, valamint Fanni LG 24-es szintű, amitől azért tartok egy kicsit. Fanni viszont csak 13-as, tehát viszonylag kezdő, de ne a számok beszéljenek helyettünk, hanem lássuk a lexikális tudást. Fanni a piros csapat színeiben már el is foglalta a helyét, most LG választ, mi pedig utolsóként települhetünk ide le szépen délre, ahogy azt már megszokhattátok. Terjeszkedés. Elkezdjük bizony-bizony a terjeszkedést, mindenki kiválasztja az első területet, szokás szerint szögödiesen mondva, ahova megkapja majd az első kérdést. Fanni megtette, Mr. LG is megtette, és hát mi pingvinek nyilván ide baloldalról bevédjük magunkat. Lássuk akkor, melyik halfaj lehet sebes és szivárványos is? Sebes, se pisztráng? Pisztráng. Hoppácska! Én voltam az egyetlen, aki ilyen, hogy is mondjam, biológiai, tudományos tanokból jelesre vizsgázott. Úgyhogy megvan az első 200 pontunk. Nagyon helyes. Ez már tetszik. A legutóbbi rész után rám fér egy győzelem, úgyhogy nyomjuk tovább. Jöhet a második kérdés. Lássuk. Válaszol. Melyik megújuló energiaforrás? Fú, ez azt hittem, hogy könnyebb lesz. A víz, az a víz, ugye? Jó. Nem vagyok hülye. Jó, itt a földgázzal itt kicsit megkavarta magamat, de nyilván hát a víz a megújuló energiaforrás. Újabb 200 pont. Tartjuk az előnyt. Egyébként pedig szeretném, ha megdicsérnétek, mert elértük, hogy végre mindent lássatok a képernyőn, ott vannak a pontok, ott van minden, úgyhogy nem lehet több panasz, és a kérdés se kicsi, úgyhogy visszatértünk a régi megoldáshoz. Melyik szín, illetve milyen szín nincs a francia kártyában? Pazzeg, nem. Igen, tök, nem, teljesen lefagytam, ne haragudjatok, tök, persze, hát az magyar kártya. Nem tudom, egy pillanatnyi elmezavar azért beállt, még nem ittam ma meg a kávémat, ezt tudnotok kell, és most ez meg is mutatta a hatását, úgyhogy most már csak holtversenybe vagyunk elől. Ez baj. Istenem, ilyen hülye vagyok, mindegy. Válaszolj. Milyen billentyű kombinációt használunk a beillesztés parancsra? Hát ez ugye a Ctrl-V. Mindannyian használtuk, amikor házi feladatot vagy beadandót írtunk a számítógépen. Úgyhogy igen, ezt ismerjük. Na, jön az 5. kör hamarosan. Holtversenyben vagyunk a fradista kollégával, LG-vel 1600 ponttal, Fanni pedig árnyékból követ minket 1400-zal. Menjünk szépen erre felé, úgy. Válaszol. Mi a zigóta? A zigóta, kérlek szépen titeket, az egy megtermékenyített petesejt. Hát hogyne, hogy ezt mindenki tudja. A zigóta gyakorlatilag annyira beépült a köznyelvbe, ne kérdezd, hogy ezt mindenki tudja. Sajnos az ellenfeleim is. Na de semmi probléma, semmi probléma. Közelítünk itt Fanni felé szépen délen. Értitek? Mert úgy néz ki, hogy ő nem annyira van ma toppon, hát ha várát majd be tudjuk támadni a háború alatt. Válaszolj. Ki az a hihetetlenül kiállhatatlan alak, aki a Mézga család szomszédjában lakik? Hát ő Hufnagel, hát a Pisti. Ja, Hufnagel az a másik. Válaszolj gyorsan. Melyik évben történt a Diósdi kettős gyilkosság? Nem, a kávé. Most bocsánat, teljesen lejöttem az életről, sajnálom. Megnyertük a tippelést, de ez a Mézga családos, ez most... igen, tudom. Ti is nehezen hiszitek el, látom magam előtt az arcotokat, nyugi. Ez a legjobbakkal is megesik, meg még velem is. Gyorsan. Melyik évben halt meg Bubba Smith amerikai sportoló? A rendőrakadémia sorozat High Tower őrmestere. Ajjajjajjajjaj, hát Fanni, ennyire szeretted a rendőrakadémiát. Az a baj, és ez így felvétel közben nagyon rossz, hogy ez a Mézga családos sztori most így teljesen lehozott az életről. 9 négyzetgyöke 3. Elég gyors voltam. Ennyi, matematikával még mindig ott vagyok. Jó. Jó, fogadjátok el tőlem azt vigazdíjként, hogy vezetünk, jó? Engedjük el ezt a Mézga családos félt. Ki meg kezd, nyírjad a füvet, tényleg zúgjál bele a videóba. Az alábbiak közül melyik tánc tartozik a standard táncok közé? Mi az, hogy standard? Tangó vagy a szamba? Nem tudom. Tangó. Mindenki engem támad. Teljesen kész, elúsztam. Keresztes Lajos mikor lett olimpiai bajnok? Éjjjj. Jó. 50 évet tévedtem kereken, az még belefér. Megvédtük a területet. Viszont már nem vezettünk, Fanni az első, úgyhogy Fannitól ürgebaszta vágtában visszafoglaljuk ezt a területet. Válaszolj. Mi volt a középkorban az autódafé? Na jó, közönség. Nyilvános kivégzés. Ezt nem tudtam. Pedig töriből nem vagyok rossz, de ezt nem tudtam. Hány szót tud kimondani dömdödöm Lázár Ervin meséjében? Egyet. Az, hogy dömdödöm. Igen, jó. Támadnak a mesék. De megvan, vezetünk újra. Nagyon helyes, nagyon helyes. Második kör, háború. Lássuk, hogyan alakul a mi kis történetünk. Hát most már voltunk fent, voltunk lent. Nem tudom, mi lesz ma. Válaszolj. Melyik divatház olasz az alábbiak közül? Versace. Vagy megint elbasz? Jó, azt hittem már megint. Hát, ne kapkodj ezzel, jó. Megvan, plusz 100 pont. Helyes. Én gyűvök, hát én menetelek tovább Fanni vára felé. Az alábbiak közül melyik finn eposz? Kalevala? Yes. Jön a tippelés. Válaszolj gyorsan. Mennyi a jód rendszáma? Mit tudom én? Kémia már megint. 8. Igen, tudtam, hogy nagyobb lesz. Oh! Hát, Fanni, nagyon egy hullámhosszon vagyunk. Ha érted, mire gondolok. De ez sajnos nem elég a győzelemhez. Újabb terület. Fanni visszatámad, gyanítom. Olyan szépen elcsuklott a hangom. Lássuk, lássuk. Válaszolj. FC Portónak mi a beceneve? Sárkányok. Ó, hát Fanni a focit is vágja. Hát Fanni, nagyon durva vagy. Válaszolj gyorsan. Hány év telt el, amikor a felfedezés a reformáció között? Nem. Több. 100-as mér. Mi van ma velem? Ti tudjátok, mi van ma velem? Biztos az a baj, hogy kint búgatod azt a szart. Mindegy. Gyerünk, Fanni, nem adom én ám ezt föl. Válasz. Ki alakítja Tony Starkot a Vasemberben? Hát gondolom ez Fanninak is menni fog. Robert Downey Jr. Yep. Hány hónapig tart az esős évszak Malaviban? 7. 6. Basszus, és gyorsabb volt! Fanni! Fanni! A rohadt életbe, Fanni! Most már azért fölpiszkálsz. Eztet azért már nem szeretem. Szemtelen vagy, Fanni. Megtalállak. Na semmi gond. És tovább támad, nézd meg. Azt a rohadt élet. Kiről nevezték el Amerikát? Amerigo Vespucci volt az. Igen, igen, igen. Válaszolj gyorsan. Legkevesebb hány forgalmi érmével lehet pontosan kifizetni ki ez? Ja, érmével a... Aha. Erre az érmére mindig rászaladok, hogy nem bankjegy, hanem érme. Hát érméből sok. Hát nyilván az érmék kicsik, de semmi gond, megvédtük a területet. Egyelőre vezetünk. Hú, de hát mik vannak itt ma? Oké, LG is engem támad. Válaszolj. Milyen szín következik az úttes forgalmát irányító jelzőlámpa zöld jelzése után? Hát sárga. Azért ezt még én is tudom. Válaszolj gyorsan. Még esztendőben vágta Vincent van Gogh az egyik fülét. Később? 1800? Nem tudom. Művészet, aha. Később. Hát... ez be... De mi van ma megint összeesküvés, hogy mindegyik engem támad? Hát egymást basztassátok már. Válasz. Melyik síkidom az alábbiak közül? Sík, sík, ne szállj, sík, sík, a deltoid. Jó. El kellett mondanom párszor magamnak, hogy megértsem. Melyikében adta Pierre Gassendi az északi fény Aurora Borealis nevet? Mit tudom én, hogy ez mennyire rég volt? 1600-as évek. Jó. Keljünk életre. Eltakarítjuk innen ezt LG-t, mert itt nagyon, nagyon elhiszi magáról a váram mellett. Válaszol. Milyen stílusú épület a Santa Croce templom? Reneszá... vagy román? Gótikus. Hát egyik se. Gézén ezt szájt. Hát nagyon megy neked ma ez a honfoglaló. Édes Istenem, nem is értem, hogy hogy vezetek még. És megtámadja a váramat, nézd meg. Válaszolj. Melyik település található a 71-es számú főút mentén? 71-es? Á, Balaton. Ja, Füred. Válaszolj gyorsan. Hány kantátából áll... jó, hagyjál a hülyeséged. Hány kantátából áll? A Harmónia Celestis 55. Persze, biztos, amúgy tudta a gyerek, tudta. Válaszol. Az alábbiak közül melyiket alapították legkésőbb? Ja, Bauhaus gondol, igen. De hülye vagyok, megint nem olvasom össze a végig. Nem tudok beszélni, az gond. Nektek amúgy titeket zavar? Ha nem, akkor... ha nem volt egy napig videó, az teljesen kijöttem a formából. Válaszol. Tovább támad. Mi a szőlőcukor tudományos elnevezése? Na... glükóz vagy fruktóz? Fruktóz. Nem, glükóz. Édes Isten! Mi ez ma? Válaszolj. Takashi Uno. Nem tudom, mit csinál Takashi Uno. Vív? Tornázik. És most ráadásul Fanni jön, aki betámad az egy tornyomra, hogyha elég bunkó. Nyilván. Nyilván! Válaszolj. Melyik együttes alakult legrégebben? Bazzeg. Beatrice, jó? Jó, ő se tudta, nyugi, most két körünk van megvédeni magunkat, és még vezetünk. Jó, befalazzuk a várat először is. Így van. Ezt a parasztot nagyon gyorsan eltávolítom innen. Az alábbiak közül melyik sportoló nem olasz? Hát, Mikael Jungberg. Igen. Itt pedig papagájozni fogok. Úgy, Puskás Ferenc hány góllal lett gólkirály 49-50-ben? 31. Segítség nélkül is meg lett volna, mert úgy néz ki, nem vágja a focit a kolléga. De a lényeg, hogy a váram közeléből eltüntettük LG-t. Még ha segítséggel is. Most pedig, akkor megtámadom az ő várát. Ez mi ez a tűz? Nem tudom, mi ez a tűz. Válaszol. Mi a térfogat jele? Ó, bazd meg. Na, ezeket sose tudtam. Térfogat. Űrtartalom. Az a V, nem? Ja. Okés. Válaszolj gyorsan. Mennyi? 5006 4-jel osztva. Bazzeg. Nem, az sok. Jó. Királyság. Úgy néz ki, hogy LG matekból sincs a toppon. Válaszol. Melyik város található északabbra? Munkács. Pedig először arra gondoltam, hogy Munkács, de mondom Peking, azt mondja, hogy kelet át. Munkács lett volna. Hát ez van. Ennyi meg egy bambi. És megtámadja a váramat. Nézd meg, az is ott repül. Válaszol. Mire költi a pénzét, aki Malagát vásárol? Malaga. Hát nyilván bor. Nyilván bor. Válaszolj. Melyik évben szintet... hát elhasználom a segítséget itt is, mert... Igen. Jobb a békesség. A várunkat el ne veszítsük, mert vezetünk, úgyhogy ez volt a jó taktika. Fanni jön, úgyhogy a Fanni nem igazából nyertünk szerintem, de lássuk, hogy mit csinál Fanni. Ne, ez az... Ah, igen, nyertünk, jó. Kiírta a Játék a kastélyban című színdarabot. Molnár Ferenc! És ezzel kialakult a végeredmény. Vége a játéknak. Így bizony. Győzelem! Hát győztünk, azt nem mondom, hogy a... Hogy is mondjam, reputációmat, a nívómat azt sikerült föntartani, mert ennyi hülyeséget, mint amit ma összehordtam, hát ne haragudjatok rám, de megvan a győzelem, hogyha jól szórakoztatok, akkor ne felejtsétek el azt a lájkot rádobni a videóra, és persze, hogyha először jársz itt, akkor iratkozz fel, és találkozunk legközelebb is. Na, szevasztok! Elég volt? Vagy kértek még a pofátokba? Wow, köszönöm, hogy végignéztél, haver, ha tetszett, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap jelentkezem, ha pedig már a sereg tagja vagy, menő cuccokért csekkold a shopot, vagy nézd meg egy másik videómat és szórakozz tovább. Na, szevasz!